Most, hogy Gémonka kiszórakozta magát, elárulhatom, hogy a Soul Calibur 5 videótesztünket látjátok. Az első játék óta már több mint egy évtized eltelt, és bizony jócskán átalakultak a vizualitás és az irányítás körüli dolgok is. A háttérben egyébként a Soul Calibur 5 bevezető animációja pörög. Szóval nagy múltú játék ez, ráadásul komoly konkurenciával kell szembenéznie, hiszen a Tekken és a Mortal Kombat is magasra teszi azt a bizonyos lécet. Elsőnek fussuk át, hogy milyen újdonságokkal bír a játék. Az új résszel természetesen jöttek az új karakterek, nekem ezek közül Zwei lett a kedvencem. A visszatérő figurák mellé jött a szokásos meglepés, ezúttal Ezio személyében. Újdonság a harcrendszerben is akad, az előzőekben megismert Critical Finishes immáron a múlté. Kaptunk helyette egy sávot az életerünk mellé, amely ha feltöltődik, utat nyit a számunkra a nagyot odavágó akciók kivitelezésére. Hogy őszinte legyek, ez a módi nekem nagyon bejött. A kezdők is remekül tudnak élni vele, és a profik is jól használhatják. Változott a térben mozgás is, nincs körbe séta, hanem dupla irányt nyomva térhetünk ki az ellenfél elől. Ráadásul az sem mindegy, hogy milyen gyorsan nyomjuk a duplát, ha elég fürgék vagyunk, akkor szélsebesen ugorhatunk arrébb, sőt néhány kombó meg is követeli ezt a tempót. Természetesen új sztori is íródott a játékhoz, melynek hőse a Patrokolosz nevű harcos, a régebről már jól ismert Szófita fia, aki testvérét Firrát próbálja megtalálni. Ő egyébként egy lány. A történet 17 évvel követi a 4. epizód eseményeit, és a legfőbb érdekessége, hogy Európában, méghozzá Magyarországon, valamint annak környékén zajlik. Nem túl hosszú a story mód sajnos, viszont nem is túl érdekfeszítő, ami egy ilyen stílusú játéknál nem feltétlen baj. Na de a történet elmesélése azonban hagy némi kívánnivalót maga után. Az átvezető animációk, pontosabban azok hiánya, mert hogy többnyire egy firka színvonalú diavetítést láthatunk, kiábrándító. Jó lett volna a következetesek a készítők, és vagy így, firkálva, vagy a szépen kivitelezett átvezető animációkon keresztül vihetjük végig Patrokoloszék meséjét, mert így óriási a kontraszt a két módozat között. De se baj, kompenzálódhatunk a harc tér. This is the flag of the emperor that bestowed favors to the Graf. So, you serve Graf Dumas. And you must be the Malfested that are destroying this town. A sztoriban kissé, mintha túl gyengusra vették volna nehézségi szintet. Legalábbis számomra nem volt túl nagy kihívás, pedig messze nem vagyok a bunyós játékok gurúja. De természetesen adottak a sztori módon túli alternatívák, úgyhogy lesz azért itt vesztett meccs bőven. Az irányítás minőségéről sokat elmond, hogy barátom elleni játék alkalmával, miután nekem már egy napi gyakorlás előnyöm volt, kb. A 8. meccstől már jól elpáholt, hamar kitapasztalta a mozdulatokat ő is. Próbálkozhatunk még a gép elleni kihívásokkal is, melyek szerintem jóval keményebbek, mint a story mód, és persze felleshetünk az online világba is, na persze ezt csak akkor tegyük, ha már alaposan megismertük az irányítás részleteit. Nagyon jól szerkesztett az oktató rész, ráadásul a kombó kivitelezése sem kíván meg tőlünk semmi extrémet, ezért ha egy picit gyakorolunk kedvenc harcosunkkal, már is lesz esélyünk az online partikban is. Apropó kedvenc harcos.
teljesen új figurát is kreálhatunk magunknak, mindenre van lehetőség, akár nagyon idiótán mutató, de pöpet szerkós bunyóst is alkothatunk magunknak, választhatunk hozzáillő harcmodort és hangot egyaránt. Lépjünk egyet és nézzük. Nézzük a játékot, mert bizony érdemes. Szerintem bőven szépre sikerült minden eleme, a pályák, a mozdulatok és a karakterek kidolgozása egyaránt látványos. A hanganyag is remek lett, bár a zenék néhol túlzásba esnek, máskor meg túl laposak, de ez csak az én véleményem ezen a téren, másnak lehet, hogy jobban bejönnek majd, de szerintem egy idő után inkább zavaróak, mint hangulatot keltőek. A Soul Calibur 5-öt egészében tekintve jó az összkép. Remek, hogy a gép sem nyom 55 lépésből álló védhetetlen és azonnali KO-t eredményező kombókat, van értelme a védekezésnek, és mi is könnyedén betanulhatjuk a fontosabb csapás sorozatokat. Nagyon jól muzsikálnak az újítások is, szépek a helyszínek, és még a sztori is oké, leszámítva a szerintem nagyon zavaró, nem túl igényes diavetítést. A Demonic Player szerint a játék pontszáma. Na jól van, gyere akkor Gémonka, muszáj neki is valami szerep. Szóval 8 pontra értékeljük a Soul Calibur 5. részét, tehát ez egy igen remek játék lett. Soul Calibur 5.